Jó, kedd este van, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a túra. Kedves barátaim, gyertek tanulni, Megyeri Jonatán vagyok. Az Óbudai zsinagógának női tanulók körében, hölgyek az asztal körül, úgyhogy nem mindig a kamerába fogok nézni, hiszen van élő társaságom. Jó estét kívánok, sok-sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Az elmúlt egy órában nagyon érdekes dolgokról beszéltünk, de aki lemaradt erről, az sem... Hoppá, azt a mindenit, ez most leszaltózott innen. Leszaltózott, nyugi, nem történt semmi, kicsit leszaltózott, hát van ilyen, Boniem. Na, sikerült? Igen, megoldódott. Jó, leszaltózott, hát megadta magát ez a jó kínai állvány. Szóval, hogy Tel Aviv, ahogy szoktam mondani, igen, Tel Aviv. Szóval az elmúlt időkben beszéltünk nagyon érdekes kérdésekről, amelyeket meg fogok osztani nyilvánvalóan a YouTube-on, illetve a Facebookon is, egy később időpontban, de most beszélünk a Tánya 36. fejezetéről, de még mielőtt ebbe beleásnánk magunkat, itt elkezdtünk beszélni a Fridládáról, és mi történt a Fridládával, ugye nagyon egzotikus, meg hát film is készült róla, úgy, a fosztogatói. Igen, igen. A Talmud azt meséli, hogy Hiszkiáú király, az egyik utolsó királya Jehudának, a déli királyságnak, az első pusztulás, az első szentély pusztulása előtt elrejtette a Fridládát, hogy a babiloniaiak ne találják meg. Hogy a babiloniaiak ne találják meg, és azóta sincs meg a Fridláda. Azt tudjuk, hogy a második szentély alatt, a második szentély, hogyha aztán elmegy a zsidó nép számüzetésbe, Babiloniába 70 évig, aztán fölépül a második szentély, ami áll 420 esztendeig, és időszámítás után 70-ben rombolják le a rómaiak. De a második szentélynek a 400 éves fennállás alatt, 420 éves fennállás alatt már nincs meg a Fridláda. A belső helyiségben nincsen Fridláda. És mi történt a Fridládával? Ott lehet a hegy belsejében, valahol a templom hegyben. Ki tudja, hogy ott, vagy Isten magához vette, vagy én nem tudom, valami hasonló. A hitünk szerint, ha Messiás eljön, akkor elő fog kerülni természetesen, hiszen felülépül a harmadik szentély majd, és abban meg lesz Fridláda, és a többi, és a többi. Ugye a második szentélynek az erekjeit, a különböző eszközeit, nek egy részét biztosan Rómába hurcolták, erről a Titus Diadalíve is tanúskodik, hogy elhurcolták a szentélybeli eszközöket. Itt a gondolok itt a menórára, tehát erről a klasszikus hétágú gyertyatartóra, amiből a második szentélyben több is volt, nem csak egy. Az első szentélyben még csak egy volt, a többiben már több is volt, azt hiszem 10, ha jól emlékszem. Meg hát voltak más egyéb ezüst és más egyéb arany meg réz eszközök, lapátok, meg különböző kis szerszámok, amelyeket az áldozatokhoz használtak. Hát maga az áldozati oltár is, a rézoltár, meg az aranyoltár, tehát hogy voltak különböző kincsek, amelyeket könnyen lehet, hogy rómaiakhoz hurcoltak, és egyébként simán lehet, hogy a Vatikánban van most is rejtve a pinyóban. Ehhez nem engednek hozzáférést a Vatikánból, most már nagyon-nagyon régóta kérik izraeli régészek, rabbik, ki tudja mi, hogy adjanak betekintést a vatikáni archívumokba és kincsestárba, de nem adnak. De nem, persze nem biztos, hogy ott van, tehát ezt nem állítom 100%-ig, hogy ott van, de lehet, hogy ott van. Most arról kezdtünk el beszélni, és ez az igazán érdekes, és ez lesz a segue, az átvezetés majd a Tanya a zsidó filozófiához. Én azt kérdeztem, hogy mit számít az, hogy megvan-e a Fridláda, számodra mit, neked mit számít, hogy megvan a Fridláda, te akkor vajon vallásosabb életet élnél-e, hogyha megvan a Fridláda, és erre azt mondtad, hogy igen. És én megkérdeztem, hogy miért, mert azt mondtad, hogy akkor lenne bizonyosság. És akkor kérdeztem én, hogy és miért erre van szó. Szóval az a helyzet ezekkel a bizonyosságokkal, ezek nagyon rövid ideig működnek ám. Nagyon rövid ideig működnek. A csodák, minden csoda 3 napig tart. Képzeld el, hogy volt... Azt meséli a Talmud, hogy a szentély idején voltak csodák a szentélyben. Például az oltáron lévő füstoszlop, az mindig tökéletesen egyenesen szállt föl az égbe. Áldozati oltáron füst volt, ugye égettek ott áldozatokat, állatáldozatokat, stb. És a füst az tökéletesen egyenes volt, akkor is, ha nagy szél volt. Ha sok tucat kilométeres szél volt, akkor is a füstoszlop egyenesen ment föl az égbe. Ez egy csoda.
mégse volt mindenki annyira oda tőle. Mégis voltak emberek, akik nem tartották a törvényeket úgy, vagy nem annyira, vagy egy kicsit szkeptikusak voltak. Mert amikor te egy ilyet meglátnál, akkor azt mondod, hogy wow, lesne az állad, nem? És amikor másodszorra is meglátnád meg harmadszor, persze, a füstoszlop az egyenesen megy fel. Tegnap is ott ment fel, ez teljesen normális, nincs ebben semmi, rendkívül. Az emberi természet ilyen. Azt mondja a Zsoltárok könyve, mondjuk van egy híres Zsoltár, talán ismeritek, most emlékszem sorrendben, hogy hanyadik, százban hanyadik, de lehet, hogy nem. Azt mondja, ahad se alti met hasem, ve otáva kes. Azt mondja Dávid király, azt mondja, egyet kérek az örökkévalótól, és a következőt kérem. Ahad se alti met hasem, ve otáva kes. Egyet kérek az örökkévalótól, és a következő legyen ez. A következő az én kérésem. Shiftibe vét hasem kolimechajáj. Üljek az örökkévaló házában egész életemben, örökkévaló hajlékában, lachazod be noam hasem, gyönyörködhessek Isten dicsőségében, Isten fényében, ulevakerbe echalo, és legyek vendég a sátrában. Felmerül a kérdés, azt mondja Dávid, egyet kérek, és rögtön előáll három kéréssel. Szóval kérek egyet, egyet szeretnék kérni. Ahát sálti mért a sem, egyet szeretnék kérni, üljek Isten hájázában, gyönyörködhessek Isten dicsőségében, és legyek vendég a sátrában. Tehát ez a három kérdés. Mi az, hogy egyet kér? Logikus, nem? Azt mondják a kommentátorok, azt mondja, valójában ez egy kérdés. Valójában azt mondja Dávid, én Isten házában akarok lakni, de olyan akarok lenni, mint egy vendég minden nap. Ulevakerbechalo, hogy vendég legyek a sátrában. Miközben Isten házában lakok, legyek olyan, mint egy vendég. Minden nap úgy tekintsek rá, mintha új lenne. Minden nap megmaradjon az a, minden nap, minden percben megmaradjon az az érzés, minthogyha úgy tekintsek rá, mintha új lenne. Ugye? A Teremtő nagy jóságában megadja nekem azt a áldást, hogy minden nap végigmehettek a Dunaparton, itt Budapesten. Szerintem egy gyönyörű város, és itt a budai rakparton alul vagy fölül, de általában jövök egy adagot. Szinte minden nap. Gyönyörű a parlamentet, és a budai vár, és az egész látvány, az egészen magával ragadó. És szoktam erre a Zsoltár versre gondolni, hogy adja meg nekem a Teremtő ne csak azt, hogy lássam ezt minden nap, hanem azt, hogy tekintsek rá úgy minden nap, ugyanazzal az izgalommal, ugyanazzal az elhivatottság, a lelkesedéssel, ugyanazzal a gyönyörrel, ahogy tegnap, meg tegnap előtt, meg azelőtt, minden nap, mintha új lenne. Ne vegyük készpénznek ezeket a dolgokat. Mert az ember arra hajlandó, hogy parlament, hát persze, big deal. Nem, ez a big deal, ez nagyon szép, az nagyon-nagyon szép dolog. Legyünk olyanok, mint a vendégek, miközben benne lakunk minden nap. Ez egy nagyon, és ez egy nem kis dolog, amit Dávid kért Istentől. És tulajdonképpen egy nagyon fontos dolog, egyet kért, ezt kérte, hát sajt, miért a sem. Ezt egyet kérem. Ne süppedjek bele, ne legyen számomra semmi sem magától értetődő. És a csodákkal is így van ez, mert a csodák azok, ugye, ment a füstoszlop egyenesen, megtalálnák a frigyládát. Két napig nagyon vallásos lenne mindenki. Hú, most aztán biztos igaz, amit a Biblia ír. Miért? Pont ez hiányzik, hogy bebizonyosodjon, amit a Biblia ír, az igaz? Ez az egy dolog hiányzik ahhoz, hogy bebizonyosodjon, amit a Biblia ír, igaz? Az nem elég, hogy akármit találnak a régészek, az pont úgy van, hogy le van írva a Bibliába. Izraelben óriási a régészet, hál' Istennek, fantasztikus dolgokat találnak, és milyen meglepő, minden pont úgy van, hogy a Bibliában van írva. Ugyan ott van, ott találják, és azt találják, ugye? Találnak egy pénzérmét, és rá van írva, hogy nem tudom, Salamon király idejében verték. Ó, tehát létezett Salamon király. És ezt pénzérméből kell megtudnom, hogy létezett Salamon király. Tudom, a Bibliában, hogy létezett. Az egész dolog fordítva ülnek a lovon az izraeli régészek. Mert ők azt mondják, hogy eleve úgy állok hozzá, hogy a Biblia ír, az nem hiszem el, de ha találok valamit, akkor na jó, akkor lehet, hogy mégis igaz, amit ott ír. Rossz a feltételezés.
legyen az a feltételezés, hogy a priori igaz, amit a Biblia ír, csak még nem találtam meg hozzá a megfelelő bizonyítékot. De ez nem azt jelenti, hogy nem igaz. Csak azért, mert nem találták még meg a frigyládát, ez nem azt jelenti, hogy nincs, vagy nem volt. Csak nem találták, mert mindent megtaláltak már. Annyi minden volt. Szerintem minden régészeti lelet egy csoda. Találnak egy pénzérmét 2000 évvel korábbról, hát elképesztő. És ez még ott megmaradt valahogyan, és nem 50 méterrel a föld alatt, hanem viszonylag. Tehát csodák, és talán ezért nem történnek ilyen csodák minden nap. Nem megy szét a tenger, nem válik ketté minden nap. Mert ha ketté válnak, akkor azt mondja, apáj dagáját. Arról se tobott, nem esik le az állad, hogy apájtól dagájtól. Persze, tegnap este is apáj volt, meg reggel dagáj, meg fordítva. Igen. Akkor a tenger ketté választása is nagyjából belekerülne ebbe a kategóriába. Szuper, igen. Mert az élet maga, tehát ez egy csoda, nem? Hát nem fantasztikus dolog, hogy fölkelünk reggel, és lélegzünk, és fölkel a nap, és este meg lemegy a nap. Nem fantasztikus dolog ez? Nem egy csoda, kemmi frigyláda? Mi kell ez? Mit a frigyláda? Ez egy fantasztikus. Fantasztikus dolog. És ne vegyük magától értetődőnek. Ne vegyük magától értetődőnek. Pont tegnap este mondtam azt a példát, ugye, amikor a tegyük föl, van egy kalapban, beleteszel egy kalapba 1000 darab cetlit, és 1000 darab cetliből egyre ráírod azt, hogy nem, 999-re meg ráírod azt, hogy igen. Vagy, és aztán odaadod valakinek, hogy húzd ki egy cetlit, és mondd meg, mi van ráírva. Ki húzza, és ki jön a nem. Okay. Mennyi az esély erre? 1 az 1000-hez. Ugye? Hogy nem. Okay. Megint összekevered, odaadod a fickónak, visszadobod persze, megint odaadod a fickónak, most 20 ki, és megint kijön a nem. És ezt megcsinálod 10-szer, és 10-szer kijön a nem. Hát vagy pehjes, vagy szerencsés, nem tudom, mert attól függ, mire utazunk, ugye? De hogy 10-szer kijön, akkor meg, a 11-szerre megint megkérdezed a fickót. Szerinted most mi fog kijönni? Mit fog válaszolni? Hogy nem. Ezt fog válaszolni, nem? Az elmúlt 10 húzásból 10-re nem jött ki. A nagy számok törvényen, most megint nem neki kijönnie. De ez nem igaz. A statisztika törvényei szerint igennek kéne kijönnie most is, ahogy az előző 10 alkalommal is. Csak hát van egy tapasztalás, ami alapján... A Maimonides úgy írja le ezeket a csodákat, a 11. századi zsidó filozófus, 12. századi zsidó filozófus. Következő példát mondja, hát most egy picit persze színesítek, meg exotizálom egy kicsit a dolgot, hogy ne legyen olyan uncsi. De azt mondja, hogy ha bemész te egy gyárba, és látod, nem ezt mondja a 12. századi Maimonides, de mondjuk bemész, elmész Győrbe az Audi gyárba, és látod, hogy A3-as Audikat gyártanak feketében. Jönnek le a gyártósorról, bemész reggel 8-kor, egyik A3-as fekete Audi jön le a másik után, délután 3-kor is visszamész, akkor is ezek jönnek, és akkor is visszamész megint, és egyszer jön egy fehér A4-es. Fekete A3, fekete A3, fehér A4, fekete A3, fekete A3. Ugye? Akkor azt mondod, ez csoda. Fantasztikus. Jött egy fehér A4-es, a sok fehér fekete A3-as között, ugye? Azt mondja, hogy ez nincs semmi csoda. Így lett beprogramozva a számítógép. Csinálj nekem 999 fehér vagy fekete A3-ast, utána csinálj egy fehér A4-es, aztán megint csinálj 99. Szóval az a csodák, amik történtek, ezek ilyenek be van programozva a természetben. Nincs ebben semmi csoda, hogy szétvált a tenger Mózesnél. Így lett beprogramozva a természet. Isten megteremtette a világot. Azt mondta, 2448 Nisan Ho 21-én váljon szét a tenger. Nisan Ho 21-én 2448-ban váljon ketté a Vörös-tenger délut délben, vagy nem tudom, pontosan mikor történt, este 6-kor váljon szét, és aztán menjen szépen vissza. Be lett programozva a természet törvényei között. Azt mondja, csoda, az semmi más, mint az, hogy a természet néha kilép a keretrendszeréből, néha olyan dolgot produkál, amely nem megszokott. Az nem azt jelenti, hogy az is természetes, a csoda is természetes, csak ritkábban történik, mint a... Szóval a lényeg, a visszatérve erre a frigyládás és a hit kérdésére, nem ettől tegyük függővel a hitet, mert
Persze én is nagyon örülnék, ha egy jó szalagcím lenne, és elmennék, és megnézném, és csodálnám, és stb. De valójában nem erősíteni, megerősíteni hitedet egy napra, meg két napra, meg egy hétre, lehet, hogy egy hónapra is, de... De azt a példát szoktam mondani, amikor a hányszor fordul elő, Isten ments, kimész reggel, lelépsz a járdára, véletlenül rossz, és majdnem elcsap egy autó, vagy az autóbusz, ugye? Aztán visszalépsz a járdáról, és fölment a vérnyomásod 10 000-re, kalapál a szíved, hogy kiesik a mellkasodból. Jó esetben megköszönöd a Teremtőnek, hogy megmentette az életedet. Jó esetben. És ez van reggel 8-kor, körülbelül 8:30-ra már teljesen lenyugszol, mész tovább a dolgot, és hazamész, és megkérdezi a férjed, feleséged, testvéred, barátod, hogy mi történt ma veled, már el sem mesélhet, hogy reggel majdnem meghaltál. Igen. Ugye már elfelejtünk. Igen. Start 10 percig. Jó esetben. Ja, by the way, reggel majdnem úgy elcsapott az autóbusz, hogy lehet, hogy nem is találkozunk soha. Ugye? Eddig tart. Az ember ilyen. Ez részben jó, részben nem jó, de részben meg jó is, persze, mert különben az ember nem tudna, belebolondulnánk, ha minden így. Nem lehet élni. De ezért csodák, hát ez rövid ideig tart. Rövid. Könnyen jött, könnyen megy. Ez nem ez hosszú. Tehát ezért nem, a hitet nem csodákra kell építeni. Hitet nem csodákra kell építeni. Nagyon szerencsés az az ember, aki ezeket észben tudja tartani. Egyébként van is egy, a zsidó jog erre hangsúlyt is helyez. Van egy áldás, amit kell mondani, hogyha olyan helyen jársz, ahol korábban csoda történt veled. Baruch atah Hashem, Elokeinu Melech Olam, S'asszal li nez b'makom hazeh. Áldassál te örökkévaló Istenünk, a világ királya, ki csodát tett velem ezen a helyen. Van egy ilyen áldás, amit kell mondani. Miért? Hogy emlékezz, nagyon szép, hogy emlékezzünk arra, hogy itt valami csoda történt. Ne vegyük ezt készpénznek, hanem ne felejtsünk el hálát adni. Sőt, ha valakivel csoda történik, akkor szoktak lakomát rendezni. Egy szeudát hodá, egy hálalakomát, hálaadás lakomát. Egy hálaadás lakomát. Minden évben, abban az időben, amikor a csoda történt. Megmenekült valaki egy életveszélyes helyzetből, kiszabadult a börtönből, ne adj Isten, mármint adja Isten, vagy ne is kerüljön oda, de hogy ilyesmi csoda, ilyen hely dolgokért, akkor szoktak rendezni hálalakomát, és minden évben azon a napon szoktak rendezni hálalakomát, amikor felgyógyultál a betegségből, ne adj Isten, kiszabadult a börtönből, ha ott volt valaki, ne adj Isten, stb. Oké? Okay? Na, erről ennyit. No. Röviden, miről beszéltünk a 36. fejezetben, azok számára, akik nem voltak olyan szerencsések, hogy brilliáns értekezésemet ebben a témában meghallgassák korábban. Arról beszéltünk a legutolsó alkalommal. Hogy mit jelent az, hogy vannak felső, ugye arról beszéltünk, hogy Isten hajlék, a teremtés célja, hogy Isten hajlék, erről már beszéltünk szerintem ebben a körben is, Isten, a teremtés célja, hogy Istennek hajléka legyen ezen a alantas fizikai világon, ezen a legalsóbb fizikai világon legyen Istennek hajléka. Ha emlékeztek, arról volt szó, hogy hogyan lesz Istennek hajléka ezen a fizikai világon, úgy, hogy otthonos környezetet teremtünk számára. Meg volt ez? Megismétem röviden, ugye? Ugye én ott érzem magam otthon, ahol olyan környezet van, amit én megszoktam. Ugye? Tehát ha én egy olyan ház, ha én elmegyek hozzád, azt a példát mondtam, én elmegyek hozzátok vendégségbe, és nálatok le kell venni a cipőt, és nálam is otthon le kell venni a cipőt, amikor elmegyek hozzád, és azt mondod, hogy vedd le a cipőt, akkor azt mondom, hogy ez egy olyan hely, nálam is otthon. Igen, itt otthonosan érzem magam, mert ugyanazok a szabályok vannak, mint nálam otthon. Ha viszont teljesen mások a szabályok, akkor nem érzem otthonosan magam egy olyan környezetben, ahol nem ismerős dolgok fogadnak engem. Ugye, ott, ahol ismerősek a dolgok, ismerősek az emberek, ismerősek a tárgyak, ismerősek a szokások, én ott érzem otthon magam. Igen. Ugye a McDonald's marketingje az, hogy hasonlóképpen nézzenek ki az éttermek, hogy otthon, hogy ismerősnek tűnjön. Az embernek biztonságérzetet és bizalmat ad, bizalmat ébreszt az emberben, és biztonságérzetet ad, és a biztonságérzet bizalmat ébreszt. Ugye te először jön a biztonságérzet, abból fakad a bizalom. Ugye?
előbb a biztonságérzet, abból fakad a bizalom, és olyan dolgokban van, érzem magam biztonságban, amelyek ismerős környezet. Ugye ez egy valóban így van. Most ugye Isten is, Istennek hajlékot teremteni ezen a világon, ez azt jelenti, hogy olyanná varázsolom ezt a fizikai világot, amelyben Isten otthonosan, komfortosan érzi magát. Milyen az a világ, ahol Isten komfortosan érzi magát? Ahol szentség van. Istennek a szentség az otthonos territóriuma, és kell ezt a fizikai világot szentséggé változtatnom, szenté változtatnom, annak érdekében, hogy Isten otthon érezze magát. Ilyen egyszerű. Hogyan változtatom ezt a fizikai világot szentséggé? Úgy, hogy a profánból szentséget csinálok. Hogy csinálok a profánból, a hétköznapiból szentséget? Úgy, hogy amikor az evés, ami egy profán, hétköznapi állatias cselekedet, azt szent módon teszem. Nem arról van szó, hogy nem eszek, mert ez a fizikai világ, itt enni kell, hanem arról, hogy úgy eszek, ahogy szent módon. Mi ez? Áldást mondok az étel előtt, áldást mondok az étel után, kóser teszek, ha zsidó vagyok, mert ez az evésnek a ezzel a cselekedet által tudom szentté tenni a profánt. Erről szól. Ez a micvák, ez a parancsolatok lényege. A Tóra lényege az, hogy hogyan lehet szentté tenni a hétköznapit, a profánt, a fizikaiból hogyan lehet spirituálisat csinálni, annak érdekében, miért? Annak érdekében, hogy Isten otthonosan érezze magát, mert azért teremtett a világot, hogy legyen hajléka ezen a fizikai világon. Ez a világ teremtésének a célja, összefoglalva pár mondatban. És ez a zsidóság célja is. A zsidó vallásgyakorlás célja az az, hogy a profánból szentséget csináljunk. Profán dolog, nem tudom, az embernek a dolgát végezni, hiszen az állatok is végzik a dolgukat. Na igen, csak én nem úgy végzem a dolgomat, mint egy állat. Mert az állat az ott végzi a dolgát, ahol éppen kedve tartja. Én megadom a módját, én elmegyek annak megfelelő helyiségbe, kezet mosok utána, mondok egy áldást a vécézés után, amilyen az Asherját Cár áldást. Van egy áldás, igen. Nem tudod? Dolgunk végeztével van egy áldás, amit mondom. Megköszönjük Istennek, hogy teremtett a testünkre nyílásokat, és ott dolgok kimennek és bejönnek, és nem csak, hogy kimennek és bejönnek, hanem a megfelelő időben mennek ki és jönnek be, vagy fordítva. Ugye, ez nem mindegy, hogy nem ott megy be, ahol kijött, és fordítva, és nem csak úgy random, hanem... És ezért van egy áldás, minden áldás, minden vécézés után áldást mondunk. Igen. Megmossuk a kezünket, és akkor ezáltal tudunk egy ilyen nagyon profán és hétköznapi és állatias cselekedetből szentséget csinálni. Ugye? A szexuális, intim együttlét, ami... Szaporodás, az állatok is csinálják. Na jó, csak mi úgy csináljuk, mint az emberek. Mi nem akárkivel, és nem akármikor, a feleségünkkel, a férjünkkel, annak megfelelő idejében, hát a családi tisztaság törvényeit betartva, a menstruációs ciklus, és azt követően egy tisztulási időszakban nem, de egyébként... Ne? És akkor egy ilyen állatias cselekedet, egy ilyen fizikai, nagyon materiális cselekedetből csinálunk egy spirituális szentség területet. Ez a micvák, a parancsolatok célja. Semmi más. Tehát Isten elmondta, hogy hogyan kell a profánból szentet csinálni. Úgy kell a profánból, hogy Jom Kipurkor nem eszünk, Pészákkor nem eszünk kovászosat. És akkor így? Oké. Okay. Most arról beszélt a Tánya, hogy mit jelent, azt mondja, az alsó világok. Mi az, hogy alsó világok? Isten számára nincs alsó meg felső, mert Isten nem, ez nem egy térben, Isten nem egy térben működő valaki vagy valami. Mit jelent az, hogy alsó és felső? Azt jelenti, hogy ez nem egy fizikai magasságot jelent, természetesen, mert az Isten szempontjából értelmezhetetlen. A tér maga is egy teremtmény. Istennek meg kellett teremteni a teret és az időt, még mielőtt bármit megteremtett. Mert különben értelmezhetetlen a világ teremtése, ha nincs előtte megteremtve az idő. Ugye ma már ezt tudjuk, nem vagyok kifejezetten kvantumfizikában otthon, meg egyáltalán a fizikában, de ma már tudjuk, hogy az idő az egy teremtmény, mert az idő relatív, és nem egyforma gyorsan telik az idő itt a Földön, mint a Vénuszon, vagy a Marson, vagy más naprendszerekben. Teljesen másként telik az idő. Igen. Nem egyforma gyorsan telik az idő. Nézd meg a Csillagok között című Christopher Nolan filmet,
ami tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon jó film, és nagyon szórakoztató is, tényleg nagyon jó film, nagyon elgondolkodható, és erről beszél egy fickó, aki eltévedott az űrben, de ezért nem egy sci-fi film, tehát ez ma játszódik, egy űrhajós, és akkor valahogy elkerül vagy nagyon messzire, visszajön egy hét múlva, és a lánya 90 éves. Pedig csak egy hétre ment el, ő nekik egy hét volt, itt a Földön meg eltelt 80 év. Vagy valami, most ezt is színesítem persze. Interstellar az a filmnek a címe, nézzétek meg, nagyon jó szórakoztató film, és nincsenek benne malackodások, tehát, hogy még kóser is. Tehát, hogy az idő is relatív, és az idő is egy teremtmény, akkor mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az alantas világ az alsó, minél magasabb egy világ, annál jobban látszik Isten fénye, annál inkább... annál kevésbé van eltakarva Isten fénye. Úgy kell elképzelni, mint valami szűrőt a tényleges fénynél. Ugye minél több sötétítő lencsét teszel a szemed elé, annál kevésbé érz erős a fény. Ugye az alantas világ, az alsóbb világ az azt jelenti, hogy sok szűrő van az isteni fény, vagy isteni energia, bárhogy is nevezzük. Ez csak sok szűrőn keresztül ér el ezen a világon, és ezért el van takarva. Ez, amit úgy hív a Tóra, és úgy hív a rabbinikus irodalom, és főként a Kabbala és a Haszid irodalom, hogy Hester Panim, Isten arcának eltakarása, elrejtése. Isten arca el van rejtve. Annyi sok szűrő rakódik rá, mintha sok napfogyatkozás néző szemüveget tennél egymás elé, hogy a végén már a fény csak nagyon-nagyon gyengén látszódik. És ezeket a lencséket, ezeket a szűrőket, ezeket a filtereket el tudod mozdítani szépen egyenként, hogy egyre több fény szűrődjön be, egyre több isteni energia szűrődjön be. Úgyhogy az alantas világ az nem fizikai szempontból alantas, vagy mélyebb, mint a... vagy fizikai szempontból alacsonyabb rendű, vagy mélyebb, vagy messzebb, hanem egyszerűen a fény jobban el van rejtve, jobban, még jobban el van rejtve. Ez egy olyan világ, ahol Isten arca el van rejtve. Ahol be kell, dolgok mögé kell nézni, hogy meglássad Isten. Nem egyértelmű, ugye? Pedig ha a dolgok mögé nézel, akkor látod, csak mögé kell nézni. Ugye, ha a dolgok mögé nézel, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy persze fölmegy a nap, meg minden reggel följön a nap, és este meg lemegy a nap. De hát miért is? Miért is? Ki teremtette a napot? Hogy került az oda? Ugye, és akik is a dolgok mögé nézel, akkor meglátod, persze, hogy meglátod. Ugye ez nem lehet véletlen, hogy dolgok így alakulnak, ugye, hogy mekkora a matematikai valószínűsége annak, hogy ugye, hogy a világ létrejött, ott mondják a fizikusok, hogy egy robbanás, és nem tudom, hogy akkor a semmiből lett valami, és akkor az első atom, meg az első nem tudom micsoda elindul, ugye ez olyan kicsi a matematikai lehetőség, hogy ez lehetetlen, hogy ez megtörténjen, és mégis megtörtént, akkor tehát, ez azért van, mert kellett legyen valaki, aki ezt az egész folyamatot elindította, de ez a dolgok mögé kell nézni, ez kell egyfajta intellektuális kíváncsiság, hogy az ember ne elégedjen meg az, hogy hát a nap az föl kell meg, persze reggel föl kell meg, este lefekszik, vagy eltűnik, persze, ez teljesen normális, hogy én fölkelek reggel, és akkor megint feltöltöttem az elemeket, az akkumulátort, és megint tudok menni. Persze, ez teljesen normális, hogy néha lelépek a busz elé, és nem üt el. Ugye? Kicsit mögé kell nézni a dolgoknak, és azt mondani, azt megnézni, hogy ki van a dolgok mögött. Drága barátaim, be kell fejezzem a mai beszélgetést, elnézést kérek, vigyázzatok magatokra és egymásra, YouTube-ra feliratkozni, mindenkinek minden jó.